Meghosszabbította, illetve újra aláírta az együttműködési megállapodást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem. Azon kívül, hogy aláírták a normál keretek közötti oktatási és tudatosságnövelő megállapodást, azon túl egy új lehetőséget kínálnak minden hazai egyetem, köztük a PTS számára is, mondta Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. Amelynek keretében az itt folyó kutatásfejlesztési tevékenységek eredményeit mielőtt publikálnák, lehetőségük nyílik egy szabadalmi bejelentés megtételére, amely szabadalmi bejelentést viszonylag gyorsan, rövid időn belül elvégezzük az újdonságkutatást és a legfontosabb szabadalmaztatósági követelmények vizsgálatát, ezt visszajelezzük, és ez alapján el tudja dönteni a kutatócsapat, hogy ő publikál-e, vagy esetleg szabadalmi bejelentést tesz, ami elősegíti az adott megoldás hasznosíthatóságát. A gyorsaság mindig fontos. A gyors visszajelzésnek az előnye, hogy a jóval nagyobb költségekkel járó szakemberek igénybevételét már előre vetíti, vagy éppen eltanácsol tőle, tette hozzá az elnök. A gyorsaság pedig gyakorlatilag abszolút illeszkedik a publikációs folyamatokhoz, illetve a szabadalmaztatási folyamatokhoz. Ezt mi 2 hónap alatt elvégezzük, aminek az eredményeként ráadásul biztosítunk egy konzultációs lehetőséget, hogy azok, akik kevésbé értenek ehhez a területhez, azok jobban átlássák, hogy milyen további teendőik lehetnek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem több kara között is van már együttműködés. Így például a gyógyszerésztudományi kar is együttműködik. A hivatal munkatársaival, munkacsoportjaival mintegy évtizede együtt dolgoznak. Mi elsősorban a gyógyszerhamisítás elleni küzdelmi vonatkozásában ennek a témának, de lakossági tudatosságnövelő, illetve az innovációban résztvevő kutató-oktatók tudatosságának a növelésében is. És egy nagyon gyümölcsöző együttműködés, tehát több programunk volt, több szakmai rendezvényen vettünk részt együtt, illetve a hivatal által felállított ösztöndíj programot mi is meghirdetjük a hallgatóink körében. Fitler András dékán bízik abban, hogy az együttműködés egyetemi szintre lépve oda jut, hogy az innováció és a szellemi alkotások jogi erkölcsi védelme kiteljesedik, és széles körben elfogadottá ismerté válik a kollégák között. Ezáltal felgyorsítják azokat a folyamatokat, amelyek az egyetemen az innováció terén zajlanak. Az együttműködési megállapodást Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, és Miseta Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem rektora írta alá az egyetem szenátusi tanács termében.